ige, az ige Istennél volt. Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és az az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be. Ámen. Dániel proféta, hogy eljönne az üdvözítő, ki az elvetemedett emberek szívének fagyát megtörvén, penitenciára hozná. És mikor eljöve, azt mondák az istentelen papok egymásnak, gyerte, feszegessük ki őtöt az élők földjéből. Annak okáért, az életnek urát, felettém a kegyetlenséggel, kivégzék e világból. Árnyékát előmutatjuk nektek. Paradicsomkertbe. De az kevés angyal.
Mihályt ezt megtudta, lebottan irigység uralkodott rajta. Azért társaival ő tanácsot tartta, hogy a mennynek székét Isten ne bírhassa. Lucifert látjuk most, aki pártot ütött, mert Isten ellen fegyverbe öltözött. Hol vagytok, hívei? Nemes Lucifernek. Itt vagyunk mindnyájon! Hív szolgáid néked! Zászlómat ellenállítom az égnek. Egekbe felmégyek, kivívom azt néktek. Te vagy a mi úrunk! Életünk is tápja! Gyertek, hát menjünk be az Isten házába. Hát te, büdös sátán, mit ítélsz magadról? Ki teremtett téged? Nem félsz-e urattól? Nem imádom ugyan én az urat soha. Az Isten székébe majd felhágok tova. Majd megaláztatol, mocskos el. Ostoba, de dicsőségben nem lesz részed soha. Enyém a dicsőség. Én vagyok a nagy úr. Az úrnak mennyköve majd téged átalfúr. Vidd el országidba sátán híveidet, büdös ebb, előlem menj el, legényidet, vidd az örök tűzre, te veled maradjon, ördög, pokol, ámen. Isteni bölcsesség, kezdetet nem tudó király nagy felség, minden hatóságát nyilván megpróbálá. Ími embert alkot, hogy őtet áldaná, hogy pedig életem unalmas egyedül, Évát, társamat adná feleségül. A fáknak gyümölcséből, amennyi kell, vegyél. Csak ez egy fán lévő almából ne egyél! Kedves férjem, Ádám, sétáljunk a kertben. A fákat vizsgáljuk ékes gyümölcsében. Miért tiltja az Isten, hogy almát ne együnk? Isten kegyelméből talán ki nem esünk? Esztelen asszony! Nem veszed észre, hogyha ebből esztek, jutok dicsőségre, mindenben Istenhez hasonlóvá lesztek. Szörnyű nagy tudományt magatoknak vesztek. Megvallom, hogy szép fa, szép gyümölcsel teljes, eledelként nékem lehetne te helyes. Ó, korombasszony, ne tétovásokat, talán az halál rád nem forgat kaszákat? Ó, uram, ugyan jó, kóstolj ebbe, édes, nincs ebben a kertben sohult ilyen kedves. Jó éj, hogy ártalmas. Én megkóstolom. A dényed falat, én megakadt torkomon. Ádám! Hol vagy? Ádám, ezt miért míveléd? Parancsolatomat miért által lépél? Nem is hagylak tovább már paradicsomban. Ím kiüzettetel a sovány pusztába. Ég, föld, tenger előtt nyilván van esetem. Nem tagadom,
hanem megvallom Istenem. Nékem nyaljásnak feleséget tesz térnem, kellene irgalmas magasztulat kérnem. Ki innen? Mert nincsen helye kegyelemnek. Legyetek már rabja halálnak és ördögnek! Ó, beszépen vagytok. Beszépen járhatok. Ezután már nékünk hatalmunkban vagytok. Thank you.
hegyen beszédét tartja, és tanítványainak magát megmutatja. Síralom völgyében nyavajgó emberek, ha van bűn zsoldjával terhelve lelketek, jöjjetek én hozzám, kik fáradva vagytok, és mindnyájan nálam nyugodalmat kaptok. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tétek az Isten országa. Péter vagyok. Boldogok, látom, te vagy az igazság, és Istentől küldött igazi messiás. András vagyok, hiszek a te szavaidnak. Eleget is nézek parancsolatidnak. Én is, János, néked kívánok szolgálni. Mindenben szívesen engedelmeskedni. Uram, ha lehetnék érdemes előtted. Tamás vagyok, szívből követnélek téged. És kivetik a ti neveteket, mikor azt az embernek fiáim. Szerelmes mesterem, örüljetek azon a napon, és örvendezhetek, mert ti szenvednem, mindazáltal, szavad, örökén is érem. Hiszen hasonlóképpen cselekedtek a profétákkal az ő atyáik. Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is a képpen cselekedjetek azokkal. Gyereket! Fogjad! Menjünk le! Gyereket! Fogjad! Rabbi, mi te hozzád jó szívvel bejövünk. Egy alapos kérdést elődbe terjesztünk. Ezen asszony állat mostan tanáltatott házasságtörésben. Azért adj tanácsot. Halálra méltóé, mint Mózes parancsolt, avagy adjunk neki mirgalmasságot. Aha! Ember! Hát a latrot miért nem fogtátok el? Talán kezeteket megzsipasztál pénzzel? Aki közületek itt bűn nélkül vagyok, ez asszonyra mostan sziklakövet hányjam. No, ki voltok azok? Dobjátok! Fogjad! Na, tessék! Semmi! Na, igen, itt van, én valakom! Halálra téged el senki sem ítéle? Kövezésemre egy sem is adta kezét. Halálra méltónak hát én sem mondalak. Eredj utadra, de többé ne vétkezz. Az isteni felség, az isteni felség. Vajon hol igaz, az isteni felség, az isteni felség. De igen nagy nála a szép kegyelmesség, a szép kegyelmesség. Hogy a pokol nyomra maradjon üresen. Ha
Hát a pokol tüze csak minket égessen? Tekerje fel eszit, Kiki, tehát itten. Jaj! Hát egy ember támad nem ő Júdeában! Sok károkat tészel a mi utainkban! Semmire nem megyünk feltett szándékunkban! Erőt nem vehetünk rajta dolgainkban! Talán ez a fia asztalos Józsefnek, aki elhirdette nevét Izraelnek. Hogy ő király volna, s fia az Istennek. Ellenállana azért Lucifernek. Vigyázzunk magunkra! Mert őt messiásnak, sokan tartják ki már az Isten fiának. Mikor az egekből engem levetének, amint látám képét, szűzvészen az anyja. Ennek pedig látom, asztalos az apja. Nem lesz hát a népnek hirdjed messiása. Én sem hihetem, hogy szűzvészen az anyja. Asztalos nem volna másképpen az apja. Igen, igen, hát próbáljuk meg őt, hogyha Isten lészen. Nagyobb kározatra nem vihet, mint régen, de ha csak ember, az ő kínja éppen felül halad majd az hetedik égen. Hát, ha csak ember lesz. Ja. Megadja az árát, miért keresi ő pokloknak a kulcsát. Hanem mert durva. Te igen, ravasz vagy. A főpapi háznak addig békét ne hagy. Vegyék ki belőle, miféle ember az. Jó. Isten után nékünk főpásztorunk, tehát mi tégedet földig magasztalunk. Én bébocsájtásra mostan azért jöttünk, ami panaszinkban adj tanácsot nékünk. Egy ember jelent meg mostan Júdában. Gyors híre kelte ki számos tartományban. Ímé a magvető kiméne vetni. És lőmvetés közben, hogy némely mag az útra esik. De eljövének az égi madarak, és megevék azt. Az ő esztendeje 33 lehet. Ékes tekintettel meggyőz mindeneket. Némely mag pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszárad. Uram, ha kívánod, mondok nagyobbakat. Szombaton gyógyít a sáltákat. Itten is a minap 10 mérpalhúsokat gyógyítta, s eltörli az ő csúcságokat. Némely mag pedig a tövisek közé esik, de felnövekedének a tövisek, és megfolyták azt. És így nem ad a gyümölcsöt.
Te berútul bánik farizeusokkal, pirongatja őket iszonyú szitokkal! A többi pedig a jó földbe esik, és átvala, nevekedő és bővölködő gyümölcsöt. Némely hoz vala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit is. Akinek van füle a hallása, hallja. De akkor csak játszott. Ez ám nagyobb szégyen, mikor a templomban kalmárkodánk négyen, én bizony nem tudom, oka mitől légyen. Ránk rohana! Igen! S minket dolgára keményen! Aztán nem tudom, miből egy kötelet volna. Elsőnek vállamra az útúr reálcsapa, juhuhu! Jaj! Azután pedig megissz ide! Mindent, amit ott van, talál a főruga! Aztán nem bolondság, micsoda hírt halló. Imád törvény szerint ezen bosut álló. Inasom! Most gyorsan menj annál sifámhoz, itt szomba mindjárás invitálj házamhoz. Onnan elbúcsúzván vénekhez menj el, hozzám hiad őket egész készülettel. Apropó érkezel, annás kedves sifám, már tüveletek van, nagy konferenciám. Egész Júdeában íjúságok folynak, támadott egy ember, kicsokan tartanak, legél is lázadó, vészes profétának, itt is minden rendek, hallani kívánnak. Miket ő cselekszik, az nem csekély dolog, törvényes hatalmunk nagy veszélyben forog. Ha nyakába pört nem kanyarítunk, gyakjúból hamarabb fejszét koholhatunk. Vannak már egy néhány